Nálunk elég egyetlen hírszikra. Ez továbbra is a Gyújtópont. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Király Tamás vagyok, és egy nagyon-nagyon megható és fontos dologról fogunk beszélgetni. Van a Facebookon egy Akut Szakasz nevű oldal, bizonyára sokan ismerik, ahol tulajdonképpen folyamatosan kórházi egészségügyi témákat osztanak meg azok, akik ezt kezelik. Baj Anikó, aki sürgősségi triázs az Ozsóki Kórházban, egyúttal az Akut Szakasz alapító tulajdonosa van velünk a vonalban. Őt köszönhetem, jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Ugye megnézve az önök Facebook oldalát, folyamatosan blogolnak a kórházból. Mielőtt a mostani helyzetre rátérnénk, azt árulja el nekem, hogy honnan jött a Facebook oldalnak az ötlete? Hát szerintem régi kezdeményezés, 2015-ben szerettem volna leginkább a barátaimat tehermentesíteni a folyamatos egészségügyi témák terhe alól. Ez egy laikusnak nagyon, de hát nem mindig kellemes az, amikor egészségügyi témákat olvashat, meg nem is nagyon érdekli őket. Ezért nyitottam egy ilyen oldalt, és gondoltam, meghívom pár barátomat. Aztán ez folyamatosan fejlődött, egyre többen jöttek, és most már hál' Istennek, hogy laikusok is szeretik olvasgatni. Sőt, egyre több laikus van az oldalon, ami egy kicsit nagyobb teret nyitott nekem. És hát nekem nem volt titkolt szándékom, hogy a sürgősségi betegellátást próbáljam egy picit népszerűsíteni a laikusok körében. Ugye 57 ezernél is több kedvelője és 59 ezernél is több követője van, tehát ez azt jelenti, hogy érdeklődés van. Egy kicsit talán ez ilyen bátorság is kell azért ehhez, mert egészségügyi témákról írni az tényleg az egy ilyen nagy kihívás, főleg ebben a helyzetben megtalán különösen. Hát első perccel kezdve politikamentes oldalként van feltüntetve az Akut Szakasz. Én nem nagyon szerettem a politizálást, egyrészt mert megosztja a tömeget, akarva akaratlanul is megsértik egymást az emberek, a kommentelők többnyire. És én ezt valahogy nem szeretem, inkább egy baráti társaságot szerettem volna kialakítani. Ugye első szempont az volt, hogy bizalmat építsek, mert hát ugye bizalom nélkül nem lehet hitelesen kommunikálni. A kommunikációmnak a lényeg az pedig nem más, mint a valós bemutatás az én szemszögemből, mentális, pszichés és szakmai, emberi oldalról. És ezek úgy néz ki, hogy fogékonyak rá, és nagyon szeretik ezt a politikamentesen. Viszont akkor ezek szerint lehet politikamentesen csinálni, mert sokan azt mondják, hogy az egészségügyről nem lehet politikamentesen beszélni. De lehet, sőt, kell is, hiszen hogyha az ember politikamentesen beszél az egészségügyről, akkor tud inkább hiteles információkat átadni, akkor tud olyan párbeszédet kialakítani, amelyben ugye megjelennek a kérdések, megjelennek a válaszok, és így találkozhat normális körülmények között az egészség szakdolgozó a laikus olvasóval, ami egy olyan cél volt, amit sikeresen végrehajtottam az elmúlt két évben. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy siker oldalnak számít, szerintem. Na most ugye jelenleg világjárvány van, ami óriási kihívások elé állít mindenkit. Ön a blogbejegyzéseiben többször írja, hogy a félelemtől félnek. Milyen a jelenlegi hangulat egy sürgősségi osztályon? Igen, márciusban vészhelyzetet hirdetett a Magyarország kormánya, és a WHO kimondta a pandémiát március 11-én. Ez nagyon nagy hatással volt ránk. Mi tanultunk nagyon sokat járványtant a különböző iskolai képzések alatt, akkor ezek nélkülözhető tárgyak voltak, nem is értettük, hogy miért kell ekkor energiát fektetni a megtanulásában. Hát most ez hatványozottan visszaköszönt ránk. Nagyon fontos tantárgynak tartjuk, most rengeteget olvasunk róla, és hát leginkább attól félünk, hogy valami teljesen ismeretlen ellen kell harcolni. Tehát amikor a korábbi életünkben, két hónappal ezelőtt találkoztunk egy infarktusos beteggel, vagy egy sztrókos beteggel, akkor nagyon jól tudtuk, hogy mi ellen harcolunk. Ismertük a tüneteket, ismertük a kimeneteli lehetőségeket. Most egy teljesen új dologgal látunk szemben, és teljesen más hozzáállás szükséges, hogy máson is beszélek, mint például a védőfelszerelés, ami egy plusz dolog, ami beérkezett az életünkbe. Úgyhogy a félelemtől az a legrosszabb dolog, mert nem tudjuk megmondani tényleg, hogy mi az, ami bennünk tartja ezt. Talán az ismeretlen, az ismeretlen.
Mennyire érte önöket ez váratlanul? Ugye azt azért lehetett látni, hogy Kínában mi történik, aztán pár héttel korábban már lehetett látni, hogy mi történik Olaszországban, de ekkor már sejtették önök, hogy Magyarországon is hasonló lesz a helyzet? Amikor Kínában elindult Wuhanban a járvány, akkor már nagyon nagy aggodalommal figyeltük az eseményeket. Rendszeresen este meetingek voltak a számítógép előtt, és olvastuk a híreket, nézegettük a Wuhani adatokat. Nekem szerencsés helyzetben vagyunk, mert epidemiológus kollega is dolgozik közöttünk, aki sokat tudott nekünk segíteni, hogy értelmezni tudjuk az adott képet, illetve a helyzetet. És már akkor volt ilyen félelem, de teljesen elzárkoztunk a gondolattól, de valószínűtlennek tartottuk, hogy ez meg fog érkezni Európába, pedig miért ne. És amikor megérkezett Olaszországba, akkor már sejtettük, hogy ez egy kicsit megérinthet minket, illetve hát sok helyre el fog jutni. Ugye a karneválból indultunk ki, a velencei karneválból. Na most... Ugye aztán azért Olaszországban nagyon drámai képsorok vannak. Ráadásul ön is készített egy interjút egy olasz ápoló nővel. Amikor mondjuk ez az interjú készült, akkor átfutott az ön agyában az, hogy ez az egész ez megérkezhet ide is, vagy mindjárt itt van, és hogy mi is hasonlóan fogunk küzdeni? Igen. Nézegettem a lombardiai eseményeket, és nagyon örültem, hogy rátaláltam a kolléganőre, aki kint dolgozik, mert egész egyszerűen szükségem volt arra, hogy egy kicsit korábban bele tudjam magamat, illetve magunkat helyezni ebbe a lehetőségbe, hogy mi történik ott. Ezért is készítettem el vele az interjút, és az ember ilyenkor folyamatosan pörget le különböző forgatókönyveket magában, hogy fog ez kinézni, hogyan fog tudni idomulni ez a helyzethez. És ugye minden nap arra készülünk, hogy jön egy nagyobb beáramlás, akkor helyt tudjunk állni, és egyre többször olvasuk vissza ezt a cikket, hogy ő hogyan tapasztalta ezt meg. Nem, hát elég furcsa érzés ezeket visszaolvasni, ezeket a sorokat, mert tényleg akármikor a nyakunkba szakadhat. Egy nagyon fokozott állapot, de most egyelőre még szerintem egy kicsit békés a helyzet. Na most általában a betegek a saját félelmeikkel, problémáikkal vannak elfoglalva, ami azért érthető is, hiszen ők a betegek. De a másik oldalon meg egészségügyi dolgozók vannak, akik ugyanúgy emberből vannak. Hogyan lehet ezeket a dömpingeket, meg amikor ilyen sűrűbb napok vannak a sürgősségi betegellátásban megélni? Ezeket lelkileg külön, tehát hogy speciális módon kell feldolgozni, vagy önök már annyira rutinusak, hogy ez így megy csípőből? Hát minket is megérint ez a helyzet. Ugye a sürgősségi betegellátásban az akut ellátórendszerben, úgy a mentőknél, a sürgősségi, illetve az intenzív terápiás egységeken, mi éveken át arra lettünk kiképezve, hogy ezeket a folyamatos változásokat, illetve a fokozódó nyomásokat megtanuljuk elviselni, és tudjunk ebben a helyzetben létezni. Hát ez az oldal, ez nyilván érthető. És akkor itt jött az ismeretlen dolog a rendszerbe, amikor nem tudtuk, hogy mi ellen harcolunk, és ez azért egy nagyfokú izgalmat váltott ki bennünk is, sokkal nagyobb a stressz. Ezt ugye munka közben le tudjuk vezetni munkával, meg beszélgetéssel. Ezek inkább akkor csapódnak le, amikor ott hagyjuk a kórházat, hazajövünk, és akkor átfutatjuk a napi eseményeket, és ilyenkor jön az, hogy egy kicsit úgy befelé fordulóbb lesz az ember. Előbb-utóbb szükség van pszichológiai segítségre. Nálunk a kórházban például első perctől kezdve működik egy pszichológus hálózat, ahol több pszichológust el lehet online. És ez önkéntes alapon működik, hogyha valaki úgy érzi, hogy szüksége van rá, akkor bejelentkezik, vagy ilyen részben kötelezőnöknek ilyen részt venni? Önkéntes alapon működik. Ez egy nagyon kedvező gesztus volt a menedzsment részéről, hogy ebben is támogatnak minket. Nyilván van, aki ennek hasznát is látja már most. Nekem se pszichológusom van, én őt szoktam megkeresni hetente háromszor. Hű. Ez a mostani helyzetben van így a járvány ügyre való tekintettel, vagy amúgy is szükséges, hogy egy leterhelt rendszerben dolgozó egészségügyi szakember folyamatosan konzultáljon pszichológussal ön szerint? Hát tulajdonképpen biztos, hogy szükség van rá, hiszen az egészségszakdolgozók zömegkiégéssel küzd,
jó magam is szembenéztem a kiégéssel, nem is egyszer. Most már egyre több kórház, hogy a mi kórházunk is megteremti a lehetőséget, illetve a feltételeket, hogy különböző csoportokat indítanak, kommunikációs készségfejlesztő tréning, pszichológiai tréning, tehát tulajdonképpen erre odafigyelnek. Most már egyre több helyen van lehetőség, ami nagyon megnyugtató számomra. Egyébként a betegek jelen helyzetben hogyan viselik a híreket, a körülményeket, és egyáltalán mondjuk ugye vannak kifejezetten a koronavírusra specializálódott kórházak, a többi kórházakban jelenleg hogyan zajlik az ellátás? Hát nagyon a többi kórházról nem tudok beszélni, hiszen abszolút a saját munkahelyemre centralizálódok, én is onnan tudom, hogy mi történik bizonyos helyeken, hogy olvasom a Facebookot, illetve beszélek egy-két volt osztálytársal és folyamtársal, akik másik intézményben dolgoznak. Hát a betegek, a sürgőségi betegellátásban kicsit talán elmaradnak. Ezt már korábban is írtam, hogy kicsit megcsökkent a beáramlási létszám. Ez egy ideig érdekes volt, most már egy kicsit engem inkább aggodalommal tölt el, mert ezek az emberek, tényleg az emberek között nyilván van olyan, aki hosszú távon fog cipelni egy-egy tünetet, és hogyha esetleg vége a járványnak és addig vár, akkor rosszabbul lesz. Ezt önként döntik így a maguk a betegek, vagy van erre valami fajta felhívás, hogy most tartózkodjanak az ellátás igénybevételétől? Szerintem inkább otthon maradnak maguktól. Biztos, hogy nincsen ilyen felhívás, hogy maradjanak. Tehát az akut betegellátás az folyamatos. Az mindenki számára az első perctől kezdve elérhető volt. Inkább szerintem a félelem tartja őket otthon, a bizonytalanság, nem tudják, hogy mi fog történni velük a kórházban. Mindenhol azt hallják, hogy a kórházba viszik a koronavírusos betegeket, nyilván ettől is félnek. De persze nem tudják, hogy azért őket teljesen külön választjuk. Egy teljesen másik helységben, egy másik zónában kezeljük a koronavírus gyanús betegeket. Úgyhogy valószínűleg ezt tartja őket inkább távol. Egyébként hogy látja, hogy erre vannak ilyen iránymutatások, nemzetközi iránymutatások, ami alapján a magyar egészségügyi ellátórendszer dolgozik és teszi a munkáját, vagy ezt a magyar jogszabályok, az operatív törzs és egyebek határozzák meg? Hát én szerintem is. Tehát általában, hogyha kijön egy guideline, egy irányelv, bármilyen beavatkozásra gondolok most, akkor az aktuális országnak, illetve most adott esetben Magyarországnak az ellátórendszeréhez igazítják ezeket az irányelveket, hiszen én például nem dolgozhatok úgy, mint egy kínai kórházban, mert nem azokkal a felszerelésekkel, nem azokkal a berendezésekkel, és nem olyan körülmények között élek. Tehát az, hogy itt magyarosítják, tehát magyar viszonyokhoz igazítják ezeket a guideline-okat, ez szerintem nagyon jó, számunkra kedvező, rengeteg ilyen iránymutatást kapunk, rengeteg irányelvet, amiket folyamatosan olvasunk. Én egy mappába gyűjtöm, eszmetlen mennyiség gyűlt össze, nagyon érdekes anyagrészek jönnek ki belőle. Ugye, ami viszont szerintem megható és jó hír az az, hogy a társadalom azért, legalábbis a társadalom nagy része nekem úgy tűnik, hogy érezteti a szeretetét, a szolidaritását az egészségügyi dolgozókkal. Ugye folyamatosan küldenek éttermek, magánszemélyek, élelmiszercsomagokat, meleg ételeket, esténként ugye az erkélyeken tapsolják önöket. Ezt milyen megélni egészségügyi dolgozóként? Hát a sürgőségi betegellátásban ez először nekünk sokkoló volt. Amikor először kaptunk ilyen tapsot, akkor nagyon sokan elsírtuk magunkat a meghatódottságtól, mert még ezt soha nem éreztük. Ugye az akut betegellátás az mindig egy kicsit a mostoha gyereke volt az egészségügynek, hiszen úgy érkeztünk meg a 2000-es évek elején, hogy senki nem ismert minket. Sem a szakma, sem pedig a laikus közönség, ugye idézőjelben egy potenciális fogyasztók. És nagyon sokszor nem tudták értelmezni, hogy mi történik a kórházakban, a sürgősségi betegellátásban, mert nem volt párhuzamos az érkezéssel a maga az edukáció. És ez a rengeteg kritika után egyszer csak egyik pillanatra a másikra minden megváltozott, és egy óriási szeretet árad felénk. Nagyon-nagyon megható volt, és nagyon örültünk, és nagyon-nagyon remélem, hogy nagyon sokáig ki fog ezt tartani, és megértőbbek lesznek egy kicsit velünk az emberek.
Van egyébként olyan dolog, amit még tehet a társadalom azért, hogy önök még hatékonyabban tudnak dolgozni? Tehát például van bármi, amire szükségük van, ugye most a rádiónkat is sokan hallgatják, sokan is szokták kérdezni, hogy miben tudnak segíteni? Hát a legfontosabb az, hogy az operatív törzs által közvetített internet, a miként viseljék az arcmaszkot, a kézmosás, a távolságtartás, az időzónák betartása, ezek még mind nagyon-nagyon fontosak. Ezeket tudják a legjobban megúvni magukat, illetve a környezetüket a továbbfertőzéstől. Abban, hogy nekünk miben tudnak segíteni, az tulajdonképpen ez a legfontosabb segítség, hogy nem betegszenek meg. Hogyha esetleg valakinek valami más szervi problémája van, akkor természetesen jöjjön be a sürgősségi egységre, mert szeretettel várjuk, meg is fogjuk vizsgálni, mindenkit megvizsgálunk. Az ilyen tárgyi feltételek, rengetegen szeretnének nekünk élelmiszereket küldeni, különböző kis kedvességeket, süteményeket, van, aki lakhatást próbál biztosítani. Most indult a Zsukutai Kórház berkein belül egy weboldal, amely ezt a keresletkínálatot próbálja harmonizálni, illetve közös mederbe terelni. A fogjunkössze.hu, oda érdemes felnézni, mert ott lehet megtalálni, hogy ki mit keres, illetve hogy mit tud kínálni. Tehát ott a keresletkínálat megtalálja a párját. Úgyhogy ezek szerintem a legfontosabbak most. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondta nekünk, és további sok sikert kívánunk önöknek, és nagyon szépen köszönjük a munkájukat.